Szia, miniszterelnök úr, a Vivi vagyok. Először is szeretnék gratulálni az unokádhoz. Nagyon jó lett a kép is. És közvéleményt kutattam az országban egy kicsikét itt-ott, mert tudod, milyen vagyok. Már meg is ígértem, tudod. És azt szeretném mondani, hogy ilyen maszkokat nem nagyon szeretnek az emberek oldani. Tudom, én se adta, sem tudom, tudom. De hogy ezzel nem lehetne valami más kitalálni, vagy hogy valami más megoldás. Ez lenne az egyik, a másik pedig az idősáv, hogy azt többen szeretnék visszaállítani, hogy legalábbis az időseknek, hogy az időseknek legyen külön egy sávjuk, a fiatalok pedig mehessenek mindenhova, akármikor. Meg a digitális oktatást, azt nagyon szerették a fiatalok, legalábbis akiket én kérdeztem, meg akikkel én beszéltem, ők azt mondták, hogy nagyon menő, megszerették, hát hogy a szülőknek mi a véleményük, az már egy másik kérdés, mert hogy ők hallottam azt is, hogy a szülők nem nagyon, de hát a fiataloknak bejött. És akkor, hát ez már nem kell, ez sem kell. És akkor az utolsó pedig az, hogy szeretném megköszönni. Köszönöm szépen, hogy mindig figyelsz rám, meg hogy meghallgatt, meg megfogadtad a kiírásaimat, meg hogy elég sok mindent megvalósítottál abból, amit hát ugye javasoltam, meg tanácsoltam, úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönöm, meg nagyon jól esik.